következik a Krémes Show. Házigazda, Mr. Fox. Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Nem akármilyen műsornak nézünk ma elébe, itt a Krémes Show. Na most a Krémes Show, olyan menedzset hívtam meg, hogy be fogtok szabni, mert nem volt olcsó. Hát a Tina Turner, meg a Michael Jackson, az sehol nincs hozzá. Nem mondom meg, mennyit kap, sokat. Annyit kap, amennyit... Na most akkor következik, komolyan mondom, a pesti uszták aszfaltjának egy új színfoltja, csoda, el fogtok ájulni, az átváltozó művészek királya. Hát akkor jöjjön a Krémes Show-ba először, de remélem utolját. Na, Tarhás Lajos, a Kodus király! Hello Lajos! Hello! Köszönöm hát szépen! Hát örülök így, hogy elég lesz neki, ma aztán vérszemet kap, pedig nem értem. Na, Lajos, mi a szar van itt a kezében, Lajos? Ez mindig kéznél van a lábam. Ez itt a reklám helye, ez már kifütti. Na most, Lajoskám, következő nagy kérdés, milyen érzés érezni az emberek szeretet? Hát most is fog legugolni, besarok. Nagyon jó érzés, csak beleteszem itt a felsőjembe. Na most, Lajos, jó, tudom hogy neked már, van keresni valóm. Lajoskám, üljön már le a segíre, hát komolyan mondom, itt izéget le. Igen. Lajos drága, figyelje, itt a... Na, ül az anyád is, hát mi? Tárcsos lábú volt az apám. Elfelejtettem. Ott egyen meg a rossz. Van egy idézete, ezt meg kihattam, azt mondja, ki korán kell, aranyat lel. Igaz ez, de igaz. Nagyon igaz. Megkínálok krémessel. Jó, hogy jön az. Nagyon gusztustalan, de hála Isten, nem vagyunk így. Lajoskám, beszéljünk egy kicsit arról, hogy Lajos Tarhásnak született, szóval... Igen, a sorsom már gyerekkoromban megfecsételődött, megszülettem ilyen névvel, hogy Tarhás, nem is lehetek mások Tarhás. Ez annyira frappás, hogy én már magam alatt nőttem. Na most, Lajoskám, a következő kérdésem, ezt ide rakom azért, hogy mindenki lássa, hogy Tarhás második, Lajos, most apja az volt az első. Na most, Lajoskám, hát hogyan dolgozik, mert nagy a tempó, hogy bírja a tempó? Elég nehezen bírom, de kárpotol érte a kedves közönségünk szeretete. Na, hagyjuk a fúrját. Már hajnali 6-kor, mint itt látszik, igen, korán kelek. Igen. Ott állok, ahol az autókban ülnek, és kicsit szunyókállak, bekopogok az ablakon, és azt... Igen, mit mond neki? Jó reggelt, kívánok! Ez olyan frappás, hozzám bekopogna tökörünknek. Na most, Lajos! Más nem, mondd is, hogy... De még azt is, hogy ezresből tudok visszaadni. Na most, Lajos, hol lehet így látni magát a fővárosban? Igen, egy pillanat, erre nekem van egy ilyen filofaxom. Kérem szépen, hétfőn és szerdán engem lehet látni a Mogyoródi és a Hungáriakörű sarkán, ahol a félhábú tisztviselőt alakítom. Kedden és csütörtökön pedig a Népliget a Fradi pályával szemben, ahol egyik kedvenc szerepem a Vakbottyán. Vakbottyán? Te szarok! Estékén pedig a Blahalújza téren a félkarult játszik. De legkedvesebb szerepem a Madács Kamaraszínáz előtt a figyelmes, nagyon figyelmes parkolőről. Nagyon jó, Lajoskám, hát na még egy kérdés, bár annyira nem érdekel. Mi volt a legemlékezetesebb szerep? Szóval, ami úgy... A legemlékezetesebb a múlt héten kellett egy szoptatós anyába beugornom. Hát, beugrottál az anyába? Aki szoptat, hát elor. Na most még valamit ugattál valami alapítványról. Igen, megalapítottam az... Holnap koldusáért alapítvány, de már ma is be lehet rá fizetni, kérem, az alapítvány számlaszáma pedig a következő. Jó, majd föl lesz ez. Na most, Lajoskám, a régi mondás úgy tartja, egyik lábban, itt a másik, ott húzz állapítvány. Köszönöm, Lajos. Nagyon szépen, köszönöm. Isten Tarhás Lajosnál, tapsoljuk le. Én annyit mondok, hogy azt hiszem, hogy nagyon jó volt ez a mai összejövetel. Találkozunk egy hónap múlva. Csasztok, cső! Ebben meg valami szarban, szög vagy a rossz, de tényleg az. Hát minden gyerekek, ennyi.